Üdvözlök ismétlen mindenkit! Ismételt hallató vagyok, és ez ilyen off-stúdiós felvétel. Mi pontosan? Felvétel azért, mert ha úgy van beállítva, hogy ne tömörítsen, akkor jóval jobb minőségű videót fog adni. Úgyhogy elég a 20 szekundon per másodpercenként nem mozgóképes lesz. Válsz, hogy... TS-be! Jobszót tömörítve. Sok itt lesz ilyen felvétel. Hogy mi lesz, hogy kell beállítani, hogy gyors legyen a Windows 7. Még mondtam asztalt, hogy az minél tőle le kell kapcsolni, és akkor lesz a jó. Itt is elindítom a felvételt, és berakom ide a deszkopnak a deszkopot, és elindítom a tezést, és akkor ismétel üdvözlök mindenkit. És most már lesz állítva könnyedén, hogy is lehet a Windows 7-né. Úgyhogy minél kevesebb folyamat van, annál gyorsabb a rendszer. Csak így zoomolok a asztali kamerán is. Kiderül, melyik lesz a jó minőségű, az off-stúdiós, vagy a fizikai kamerás. Veszi egyáltalán a hangomat? Jó, látom, hogy veszi. Itt egy mikrofon is, hogy túlságosan hangos fog lenni. Szíve a input, audio input. Üdvözlök ismét mindenkit, hallható vagyok. Semmétel lekonfiguráltatta, jóval jobb lett. Más rendszerben nem így jelent meg, hanem máshogyan ki fog az derülni. És akkor most tovább fogom asztalt mutatni, hogy is hát jó gyorsá tenni a Windows setet szoftverek nélkül. Van még ilyen egyszerű kis trükkök. Száj. Szóval fig. Jó, startó nincsen. Vagy ilyen szerviszek. Vagy ilyen, hogy Windows Defender. Téma is. Minek legyen. Defendert lehet kapcsolni. Update is van. A frissítés nagy összességgel nem fog adni semmit se. És már kevesebb
folyamat van a rendszerben. Ez nagyon egyszerű. Van még egyszerű verziója. Iszót előállítani, mint munkászó volt. Egy iszóta, és akkor vannak kapcsolva autodikusan ezek a folyamatok rajta. És mindjárt ki fog az derülni, és lesz jó, vagy rossz. És vannak ilyen kis hülyeségek. És már... Már... Le van. Minden hardware látszódik. Milyen folyamatok. Ki lehet kapcsolni rajta a funkciókat, például az Internet Explorer-t, Gadgetot, Search-et, jelenti asztalt a változtatásokat. Van!